Megszokott látvány, hogy kerékpárosok kerülgetik a kátyukat a város utcáin, bár sok úthibával találkozunk Ladány belterületén, de még a változékony tavaszi időjárás nem engedi, hogy a városüzemeltető Kft. Munkatársai elkezdjék a helyreállító munkálatokat. Varga Lajostól megtudtuk, hogy a felmérések már megtörténtek, és napokon belül feltöltik a baleset veszélyes kátyukat. Kátyúzási munkátok most a május hónapban úgy indulnak, hogy ugye elkészítettük a felmérést, bejárták a kollégáink az utcákat, készült egy felmérési jegyzőkönyv, ez a jegyzőkönyv a Városfejlesztési Iroda vezetővel kerül egyeztetésre, milyen ütemben és hol kezdjük majd a munkálatokat. Természetesen azok az utcák nem lesznek érintve, amelyek majd a pályázati úton kerülnek felújításra. Magát az aszfaltot azt mindig Debrecenből szerezzük be, hiszen ott van legközelebb itt Püspökladányhoz aszfaltkeverő, onnan szoktuk mindig a reggeli, kora reggeli órákba bemegy a tehergépjármű, és akkor kihozza az aszfaltot és a hozzá szükséges emulziót, és ezután kerül ugye bedolgozásra. Természetesen egy fúvar aszfaltot az nap be is kell dolgozni, hogy ennek ösön ránk. A kátyúzási munkákat általában 4-5 ember végzi. Felállítanak egy fontossági sorrendet Püspökladány utcái között, majd először a főközlekedési és azután folyamatosan a mellékutakon javítják ki a hibás útburkolatot. A kátyúkat kétféleképpen lehet javítani, hideg, illetve meleg aszfalttal. Hideg aszfalt igen jelentős költséggel jár, ez alkalmazható télen is, de nem olyan megoldást, ami végleges. A végleges megoldás, vagy a tartósabb megoldás a meleg aszfalttal történő javítás, ezeket általában nyáron szoktuk elvégezni, megfelelő technológiával, tehát gondolok arra, hogy a kátyútban levő laza szeget eltávolítjuk, pótolítjuk, kellősítjük megfelelő bitumenemulzióval, és meleg aszfaltot vibrohengerrel tömörítve bedolgozzuk a kátyút. A tavaszi felmérés során a városüzemeltető Kft. Szakemberei feljegyzik az ütőkátyúnak nevezett nagyobb méretű úthibákat, és ezeket kijavítják. A kisebb lyukakat azonban egyelőre még nincs értelme aszfalttal kitölteni, hiszen ez nem jelent végleges megoldást. Olyan kátyú mellett állunk, amely már kisebb méretű ütőkátyúnak számít. Ezt az előző elmondott technológia alapján a lazaszerkezetet eltávolítjuk, pótlanítjuk, és meleg aszfalttal betömörítjük. Ez az aszfalt burkolat azonnal használható, és különösebb út közlekedés akadályt nem képez. Itt látható mellettünk még több olyan kátyú, amit már az elmúlt években javítottunk. Ez az út bizony már eléggé használt, tehát ez egy aszfalt szőnyeget igényelne már lassan. Azt jelenleg még nem tudni, hogy milyen mennyiségű aszfaltot kell felhasználni a városüzemeltető Kft.-nek az útburkolatok javításához, de ez a munka évente több mint 1 millió forintot emészt fel. A költségek minden évben emelkednek, hiszen szinte évente új utakkal gyarapszik Ladány. Az úthálózat ugye itt az elmúlt években megépült új utakkal, már most olyan 71 néhány kilométert, kb. 75 kilométer tehető, és természetesen az erős téli időjárásnak köszönhetően az idő ki is kezdi az aszfaltot, és a gépjárművek kihordják, ugye fellazul a felső réteg, és ugye ilyenkor keletkezik az ütőkátyú, ezek balesetveszélyesek, és mindenféleképpen helyre kell állítani. Maga az alapréteg ugye az nem sérül, hanem csak a felső kopó réteg. Vannak a városban olyan utcák, ahol az aszfalt réteg hibáiért nem az idő, hanem a nem megfelelő technológia okolható. Ezek javítására nagy hangsúlyt kell fektetni. Varga Lajos véleménye szerint Ladányban nem számottevő a hibás utak száma, több település útjaival összehasonlítva átlagosnak mondható. Országos viszonylatban én úgy gondolom, hogy Püspökladányban nem rosszabbak az utak, az úthálózata az átlagosnál. Természetesen itt is, ahogy egyre több útszakasz kerül szilárd útburkolattal való ellátásra, nő a kátyuknak is, tehát az évek folyamán ezek az utak is amortizálódnak, és természetesen egyre több a kátyúzási munkálat, illetve én azt látnám fontosnak, hogyha lennének olyan pályázati lehetőségek, amelyek a meglévő utaknak a rekonstrukciójára irányulnának, nem csak új utak építésére, gondolom, hogy
hogy majd ilyen is fog nyílni a közeljövőben, de természetesen addig csak a meglévő forrásból tudjuk ezeket az utakat felújítani, karbantartani. Évről évre elég sok költséget jelent a fenntartónak, illetve a városüzemeltetőnek, hogy ezeket az utakat ugye folyamatosan gátyúzni kell. Az autósoknak és bicikliseknek óvatosan kell közlekedni az utakon, mivel a kemény tél idén is több utcában kikezdte az aszfalt réteget. A lakosság is várja már, hogy az úthibákat kijavítsák. Jó lenne ez, ha megcsinálgatnák, mert azért itt is mindig megáll a víz, és akkor a kocsik, ahogy jönnek, csapják a sok sáros vizet, hát nem olyan kellemes, mondjuk egy kicsit jó helyzetben vagyunk, hogy bejebb van egy kicsit a lakás, nem közvetlen a falra megy. De gondolom sok kocsi vezető is örülne neki, hogyha megcsinálnák. Én szinte minden nap biciklivel közlekedek. Kátyúzás? Hát a Szigligeti utcán járok, de ott elég szalamozni a kátyúk között. Úgyhogy ennyit tudok mondani. Jó lenne, hogyha az meg lenne csinálva. Az utak karbantartása mellett a kresztáblák kihelyezését, cseréjét, útburkolati jelek festését is elvégzik évről évre a Városüzemeltető Kft. Munkatársai, hiszen a balesetmentes közlekedéshez ez elengedhetetlen. A kátyúk kijelölése e hét kedden és szerdán történik a Városüzemeltető Kft.-től kapott új információ szerint. Az ütőkátyúkat javítják ki első körben szerte a városban, többek között a Táncsics, a Szabópál, a Zalkamáti, a Kolozsvári, a Hétvezér, a Bezer Rédi, Kalapács, Mikes, Hajnal, Arany János, illetve Damjanics utcákon. Azon az útszakaszokon viszont, ahol az új gyűjtőút épül, melyre már megnyerte a pályázatot az önkormányzat, nem lesz nagyobb kátyúzás, hiszen itt teljesen új aszfaltszőnyeget kap az utca. Több olyan út van a városban emellett, ami kátyúzással már nem javítható, csak teljes szőnyegezéssel. Erre a Huró pályázat keretén belül igényelt forrást az önkormányzat, s várják a pozitív elbírálást. Ez esetben a lakótelepi utak és környező utcák is teljesen új aszfaltréteggel lesznek ellátva.